Szép jó reggelt, kemény nap lesz a mai, és kicsit még korán van, bocsánat már. Mindattól független, hogy a technika fejlődik, és ugye kijöttek az ilyen távirányítók, amivel egyszerűen tudod nyitni az autót, illetve beteszed ide, és akkor gombbal elindítod. Attól függetlenül ugye megtalálható benne így egy kulcs is, amit így ki tudsz húzni, hogyha ez esetleg lemerülne. És hát egyszer az életben mondjuk azért érdemes ezt kipróbálni, hogy hogyan kell ezzel nyitni meg ilyesmi, mert például nyitni már tudom, viszont elindítani az autót egyáltalán nem. Kövezzetek meg, lehet, hogy én vagyok tök hülye, de nézzétek. Figyelj, itt van egy ilyen jelzés a kulcsra, ugye alapból ezzel tudod indítani, de tegyük fel azt a lehetőséget, hogy elromlott, vagy lemerült az elem, és akkor hogy tudom, mert egyáltalán nem tudom. Ezt kéne itt kinyitni, vagy micsoda, de tényleg, srácok. Úgyhogy hát a mai napon nem ezzel fogjuk elindítani az autót, ennek utána kell néznem. Most pedig megyünk Budapestre, ugyanis Winkler Roberttel, aki a Total Car-ban dolgozik, biztosan hallottatok már róla, aki néz autós teszteket, vele fogok forgatni, az elkészült anyagot is láthatjátok majd ebben a vlogban, úgyhogy remélem velem tartotok, srácok, tankolni kell, a cracket várom, óra 29, és elvileg most már késésbe leszünk. Szerepelni kell, ami hát nekem nem nagyon megy, színészkedni picit, ezzel a drónnal fogok nyilván száguldozni, el tudjátok képzelni, úgyhogy Winkler ellen ezzel a Mavic Pro-val fogok harcba állni. Nekem ugye Phantom 3 standarden volt, ami ilyen sokkal nagyobb volt, és viszonylag nehezebb volt a szállítása. Biztos ezer helyen láttátok már, de ennek így viszonylag könnyű a szállítása. Nem fogom összehajtani, mert nem akarom eltörni, mert ez nem az enyém. Na, hát most már azért vettünk fel jó pár dolgot. Most fogjanak jönni a drónos bénázások ottan. Tiszta profik vagyunk. Zseniálisan profik, és a szemüveget azért veszem fel és le, hogy ezzel dramaturgiailag kicsit jobban hatásvadászat ügyileg. Na, úgyhogy haladunk, tök jó egyébként, rosszabbra számítottam, azt hittem bénább leszek. Színészek vagyunk. Hamar felkopna az állam, ha drónok formájáról, dizájnjáról kéne értekeznem. Mindegy forma, de nem is az a lényeg, hanem hogy ez például 66 km/h végsebességre és 500 méteres emelkedésre képes, és ezzel fogok versenyezni. Lehet, hogy jó a Robi dumája, de én ilyen kontrollerrel gyakorlatilag bármit elvezetek, legyen az tank, helikopter vagy vadászrepülő. Jöhet a dróncsata. Ha ti azt gondoljátok, hogy nektek jobban menne, akkor gyertek, és próbáljátok ki magatokat a Corso Drone Fesztiválon! Szevasztok!
szeptember 15-én az Óbudai Korzó parkolójában. Mi itt leszünk és vadul reptetünk. Végeztünk is a forgatással. Itt lesz egyébként a helyszín. Mármint, hogy nem biztos, hogy pont itt lesz ez a pálya megcsinálva itt a drónfesztiválon, de elméleti szinten itt lesz, úgyhogy hát ide tudtok majd jönni ti is játszani, hogyha szeretnétek. Végeztünk, úgyhogy eszünk egy kis egészséges pizzát, ugyanis mindjárt megérkezik, aztán pedig zúzda haza, szerintem ma lemossuk a kocsit. Úgyhogy hát tartsatok velem még. Jaj, gyerekek! Gyerekek, gyerekek, gyerekek! Hazaértem, lepancsikoltam, és hát történtek dolgok. Ugyanis, amikor ma reggel én elmentem itthonról, leformatáltam a kártyát, ami most bent van a gépben, nem is tudom, hogy miért, nem is szoktam ilyet csinálni, leformatáltam, és az a helyzet, hogy most döbbentem rá, hogy volt rajta egy kitalálom, mire használják a nők, videó. Úgyhogy az nincsen nagyon meg, próbáltam mindenféle ilyen visszaállítós programmal visszaállítani, nem sikerült sajnos, úgyhogy úgy látszik, hogy az teljes mértékben elveszett, de hogyha ez nem lenne elég, mondom, megfáradt testemet kicsit kényeztetvén, csapatok egy kis Forma 1-et. Itt a kormányom, tudjátok. Szóval ez itt a kormányom, és így szoktam játszani, hogy ott van a Forma 1. Na de, ami történt, azt mutatom fénnyel. Ahogy szorítottam fel ezt a szaros kormányt, letört onnan egy pöcök, amivel fel kellett szorítani, és most ez fel van szorulva. Na most ezt nem mozgatott sehova, és az a pöcök az meg olyan, hogy ezt fogóval meg semmivel nem lehet itt megfogni, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen újhegynyi pöcök, amit tényleg nem lehet semmivel megfogni. Úgyhogy jelenleg a helyzet az, hogy van itt egy kormányom, ami nem mozog, vagyis hát mozog, de nem lehet leszedni, és nem nagyon tudok játszani, mert arra koncentrálok, hogy basszus, nem tudom helyreállítani a videót, amit most meg akartam vágni, hogy holnap tudjon felmenni. Úgyhogy vannak ilyenek, srácok. És ezek, amikről általában nem szoktatok tudni, de szokott ilyen havonta, két havonta ilyesmi technikai probléma ilyen megesik, de erről nem szoktam nagyon mondani semmit. Úgyhogy srácok, ez a videó ez ennyi, nem fogunk ma kocsit mosni. Kicsit ideges lettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban. Remélem tetszett, és remélem, hogy tetszett nektek az is, amit leforgattunk és láttatok. Írjátok meg majd a véleményeteket. És hát szeptember 15-én pedig lesz ez a rendezvény, amire tudtok jönni. Úgyhogy hát találkozzunk ott is. Remélem jöttök, lesz valamilyen ilyen kis sarok, ahol tudunk együtt játszani. Elvileg lesz valami szimulátor. Na, jók legyetek! Szevasztok!